Üdvözlöm a sajtómunkatársakat, Szűcs Néma Jövődikó vagyok, a Jobbik szóhívője. A Jobbik gőzerővel készül a 2018-as országgyűlési választásokra, így megkezdtük országgyűlési képviselői jelöltjeinknek a bemutatását. Örömmel számolhatok be arról, hogy a Jászlánkun szólnak ennek a választókerületében. A Jobbik egy kiváló és rendkívül felkészült agilis képviselőjelöltet indít dr. Lukács László György személyében. Lukács László György képviselő úr jól ismeri ezt a térséget, és igazán szívén viseli ennek a térségnek a jövőjét, hiszen itt nőtt fel, itt él feleségével és kisfiában. Karcagi egykori legaktívabb önkormányzati képviselőjeként betekintést nyert a helyi ügyekbe, a városnak az irányításába is. Jól ismeri az embereket, jól ismeri a helyi problémákat. 2014-től országgyűlési képviselőként számos helyi feladat megoldását segítette, mint a Kormediátor Kft. Károsultjainak kártalanítását, az M4-es autópálya megépítését számos parlamenti felszólalással és írásbeli kérdéssel sürgette. Költségvetési módosító javaslatot is nyújtott be, illetve számos parlamenti felszólalással segítette a rendőrkapitányság épületének felépülését, ami várhatóan meg is fog valósulni. Kitartó munkájának köszönhető az is, hogy a házi orvosok iparőrzési adómentességet élveznek, és javaslatára fogadták el azt a kezdeményezést is, ami 3000 forintról 5000 forintra emeli az ügyvédek és pártfogók büntetőügyekben kirendelt védői díját. A megyei kormánypárti képviselőkhöz képest a legaktívabb mind a felszólalások, mind pedig a beszédek hosszát tekintve, és ő adta be a legtöbb módosítójavaslatot, írományt és írásbeli kérdést is. És végezetül egy személyes megjegyzést, hogyha megengednek, dr. Lukács László György nem csak egy rendkívül felkészült és elhivatott képviselőjelölt is, de kiváló ember, és becsületes, tisztességes hozzáállásával fel fogja virágoztatni ezt a közösséget és ezt a térséget. Aki 2018-ban kormányváltást akar, az a Jobbikra fog szavazni, és dr. Lukács László Györgyre fog szavazni. Köszönöm a figyelmet, és akkor ezzel át is adnám a szót képviselőjelöltünknek, hogy ismertesse a terveit. Szeretettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait, hogy az imént hallhattuk, hogy Jászlánkun-Szolnok megye 3. számú választókerületében engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Jobbik Magyarországért mozgalmat, ezáltal az ellenzék legerősebb pártját, a kormány egyetlen kihívóját képviselhessem, így ebben a körzetben, akár Tiszafülettől Túrkebélyig, Fegyvernektől Karcagig, az egyetlen olyan valódi erőt felmutatni tudó kihívó jelölt lehetek, aki a kormánypárti jelölttel szemben elindul és megméretteteti magát. Jelenleg a választókerületben, bármerre is nézzünk, egyedül bizonytalanságot és a biztonságnak a hiányát tapasztaljuk, éppen ezért fontos áttekinteni, hogy miben áll az, hogy jelenleg az emberek élnek a Nagykunságban, élnek a Tiszató mentén, vagy akár a Tisza mentén, miért nem tudnak biztonságban élni. 3 olyan terület van, ahol a biztonságuk hiányzik, és ahol a legnagyobb kihívásokat szenvednek. Az első ilyen a munkahelyeknek, a megélhetésnek a biztonsága. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt időszakban Nagykunságnak, vagy akár a Tiszató környékének nem kedveztek a gazdasági folyamatok. Az elmúlt időszakokban a nagy munkahelyteremtő beruházások elkerülték térségünket, elkerülték azokat a dolgos, szolgos és egyébként jobb életre vágyó nagykunsági embereket, akiknek abban volt a reménye, hogy tisztességes munkahelyen, tisztességes bérért tudnak dolgozni, és ezáltal családjukat el tudják tartani. Itt talán az egyik legfontosabb biztonság, ami hiányzik, az a mindennapok megélhetésének biztonsága a választókerület lakosaitól. A megélhetés biztonsága mindazonáltal különösen fontos akkor, ha arról beszélünk, hogy egy másik biztonság is igazából hiányzik, ez pedig az egészséghez fűződő joguk, annak a biztonsága, hogy nem csak dolgozni, hanem hogyha betegek lesznek, akkor meggyógyulni is tudnak. Jelenleg a körzetben, és egyébként ez országos probléma is, de sajnos a Nagykunság még rosszabb helyzetben van, olyan egészségügyi állapotok vannak, amelyben egyrészt távol élnek a lakosok a kórháztól, a kórháznak a színvonal elmarad az országos átlagtól, ha úgy tekintjük, az alapellátástól, a házi orvostól, a szakrendelőn keresztül a kórházig, folyamatosan olyan állapotokkal találkoznak a környék lakói,
amely számukra kihívást jelent, és amely nem garantálja az ő alapvető testi, lelki és szellemi egészségüket. Így mindenképpen ki kell hangsúlyozni azt is, hogy az ország egyik legrosszabb mutatójával rendelkező környéken élünk, innen már talán csak felfelé vezet az út, de az elmúlt időszakok jól mutatták, és bebizonyították, hogy talán még mindig van lejjebb, talán még mindig nagyon nagy kihívások vannak azon a téren, hogy egy kicsit egészségesebben és lelki és testi egészségben valódi biztonságban élhessenek a környék lakói. A harmadik biztonsági terület, ami szintén hiány szemben, ez a mindennapoknak a biztonsága. A mindennapok biztonsága alatt azt éltem, hogy amikor a helyváltoztatásra, utazásra vagyunk rákényszerítve, legyen az egyébként az előző két okból, akár a munka, akár a gyógyulni vágyás, vagy az egészség megőrzése miatt egy helyváltoztatásunkban, az emberek nem érzik magukat biztonságban. Az elmúlt időszakban az M4-es körüli botrányok, az egyre jobban tönkremenő, egyre kátyúsabb, egyre hitványabb minőségben lévő közutak bizonyítják, hogy az emberek nap mint nap a biztonságukat veszélyeztetik közútjaikon. Nap mint nap kell megküzdeni azzal a bosszúsággal, ami a munkába járás, ami a családlátogatás, ami a gyógyulás útján vezeti őket. De a mindennapok biztonságához tartozik az is, hogy a lakosoknak ismételten egyre jobban meg kell küzdeni azzal a közbiztonsági kihívással, ami a környék településein van. Ennek az egyik oka szintén a munkahelyek hiánya, illetve azok az alacsony bérek, azok a kiszolgáltatott élethelyzetek, amelyek a bűnözést ebben az irányba generálják. Az elmúlt időszakban ismételten talán egy felfelé ívelő trend van a közbiztonság területén. Ha úgy nézzük, a nagykunsági, a tiszamenti emberek az utóbbi időben elveszítették személyi biztonságukat, talán nem érzik magukat már olyan biztonságban, mint korábban voltak, és ezt a keveset is veszélyeztetve érzik, amely van számukra. Így hát a megoldások is ennél a három helyzetnél, ennél a három problémánál adódnak, és egy országgyűlési képviselőjelöltnek, és egy leendő az ellenzéknek, most az egyik legerősebb jelöltjének azzal kell foglalkozni, hogy ezen a három területen előre lehessen lépni. Sikerüljön előrelépni munkahelyteremtésben, sikerüljön a nagykunságban, ahogy már korábban is említettem, akár beszéltünk Fegyvernektől Karcegig, vagy Tiszafürettől Túlkevéig, sikerüljön olyan munkahelyeket ide csábítani, olyan munkalehetőségeket a környéken megépíteni, létrehozni, amely garantálja a lakosoknak a tisztességes bérhez való jogát, amely garantálja, hogy itt tudnak maradni, hogy nem kényszerülnek arra, hogy elvándoroljanak az ország különböző területeire, vagy akár külföldre elvándoroljanak, amely lehetőséget biztosít az itt élő, dolgos és egyébként keményen dolgozó átlag embereknek, lakosoknak, hogy itt, szülőföldjükön, az általuk választott helyen tisztességgel, becsülettel tudják nevelni családjukat és élhessenek. Így hát a munkahelyteremtés az egyik legfontosabb talán, amiben előre kell lépni a körzetnek, de ugyanilyen fontos, és engedjék meg, hogy ebben elfogult legyek, hiszen a pártnak az egészségügyi szakpolitikusa vagyok. Ugyanilyen fontos ennek a körzetnek az egészségügyi kérdése is. A napnál is világosabb, hogy az egészségügy terén a házi orvosi körzeteknek a betöltésétől, a szakrendelők felújításától, a szakrendelőkben a valódi szolgáltatásoknak a megtelepítésétől, egészen a karcegi kórháznak a helyzetéig meg kell oldani egy sor olyan kérdést, amely egyrészt a lakosság egészségi biztonságát, másrészt kényelmét fogja szolgálni. Meg kell teremteni, hogy ebben a körzetben a mentő mindenhova 15 percen belül kiérjen, és azt is meg kell teremteni, hogyha van olyan ellátás, amit nem tudnak biztonsággal a betegek a körzetben igénybe venni, akkor legyen lehetőségük ne több száz kilométerre gyógyulni, hanem a lakóhelyükhöz legközelebb gyógyulni. Ennek a kettőnek pedig az alapvető előfeltétele, mind a munkahelyteremtésnek, mint pedig az, hogy az egészségügy egyrészt jó állapotban legyen és könnyen megközelíthető legyen, az, hogy a környék rossz utait, a gyakran már 50 éve felújítással nem érintett útfelületeket, a falvak megközelítését, a kisvárosoknak a megközelítését javítani kell. A mai világban nem lehet az, és ha úgy tetszik, teljes mértékben felháborító, hogy egy olyan körzetben élünk, amely bár útbe esik egy nagy útvonalon, amely bár útbe esik több ipari központ felé, de mégsem érhető el autópályával. Hallatlan az, hogy gyakorlatilag az emberek 30-40 éve várják, hogy autópálya közelítse meg az ország ezen fontos tranzit területét, ezen fontos egyébként potenciális befektetésekkel érintett területét, és az emberek követelik
és most már egyre jobban felháborodottak abban, hogy Magyarországon a Nagykunságot, a Tiszatavat, illetve a Tiszamentét nem lehet, de sőt még a megyét se lehet autópályán megközelíteni. És hogyha az autópályától egy kicsit távolodunk, nem minden az, hogy az ember milyen gyorsan jut le idáig, és milyen gyorsan tud esetleg az ipar, vagy akár bármilyen vállalkozás ide települni, az is nagyon fontos, hogy az emberek mindennapi helyváltoztatása, utazása biztosítva legyen, hiszen ez az alapja annak, hogy tisztességes tömegközlekedés van, ez az alapja annak, hogy ki tudjuk használni a buszközlekedést, a vonatközlekedést, vagy ha valaki autóval szeretne utazni, legyen szó arra, hogy családját látogatja, vagy egyébként kórházba jár, vagy éppen munkába jár, lehetősége legyen biztonságos és jó minőségű utakon keresztül megközelíteni célját. Mindezekből látszik tehát, hogy a Jászárkun-Szolnok megye 3-as számú választókerülete az elmúlt időben inkább a rossz oldalon állt, általában hátrányokkal volt érintett, mint előnyökkel, sokkal inkább elkerülték őt a munkahelyteremtő beruházások, mint hogy ide települtek volna, sokkal inkább az útfejlesztések a határában megálltak, és nem mentek tovább, így minden téren, nem csak a biztonság megteremtése fontos a megyében, illetve ebben a választókerületben, hanem annak a hálózatnak a megteremtése, amely a mindennapokat könnyebbé teheti. Így hát jelenleg a választókerület lakosainak ezzel a három problémájával kiemelten kell foglalkozni, terveim között szerepel nem csak jelöltségem, hanem képviselőség esetén is az ebben való előrelépés. Mindenáron a megélhetés biztonságát, az egészségügyi és lelki biztonságot, valamint a mindennapok biztonságát szükséges garantálni a választókerület lakosainak számára. Úgy gondolom, hogy mint a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselő jelöltje, mint valamennyi jelöltünk, magam részéről is ezt a programot és ezeket a programpontokat kívánom képviselni. Ezt magyar szívvel, ezt tiszta kézzel és jó zenésszel kívánom gyakorolni, illetve képviselni. Úgy gondolom, hogy mint a legerősebb ellenzéki pártnak az egyetlen valódi erőt felmutatni képes jelöltje, joggal tartunk számot arra, hogy az emberek a bizalmat belénk helyezzék. Én erre kérem őket az elkövetkezendő nem egészen egy évben, tartsanak velünk a kormányváltás útján, tartsanak velünk Jászárkun-Szolnok megye 3-as számú választókerületében azon az úton, amely során az ellenzék le fogja váltani a kormányt, és amely Magyarország számára 2018-tól egy új startot fog jelenteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.